Hello mindenkinek! A mai smink szintén egy kérés, ugyanis a bevezető képemen található ez a smink, ezt már korábban megcsináltam, csak ugye akkor még nem készítettem videókat a sminkekről, és mivel kértétek is, és én is szeretem, ezért újból elkészítettem nektek. Úgyhogy ha szeretnétek megnézni, hogy hogy készül, akkor tartsatok velem! Hát akkor kezdjük. Elsőnek ugye szemhéjbázist fogok felvinni a szemhéjamra, méghozzá a Bobbi Brown primerét, amit egy szintetikus ecsettel viszek fel. Az egész szemhéjra. Valamint ugye ide alulra is viszek fel. A mai nap folyamán pedig először ugye sárgát fogok felvinni ide a belső szemhéjre, mint ahogy itt is látszik a másik szememen. És ezt a nagyon halvány sárgát fogom keverni, ezt a sötétebb sárgával. Vagy ez inkább élénkebb, ez pedig olyan sárga. Tehát ezt a két sárga szint fogom ma keverni. És ezt pedig ezzel a szemhéjfestékecsettel teszem meg. És ugye a szemhéj belső részére viszem fel. És ezt a színt egy kicsit ugye azért kijebb is hozom, hogy majd szépen el tudjam dolgozni a kékkel. Miután ezzel is megvagyunk, ezt a hegyes ecsetemet veszem elő. És itt is két színt fogok keverni, méghozzá ezt a sötét kéket ezzel a kékkel keverem. De ugye ezzel a sötéttel fogom kezdeni. Ez úgy fog kinézni, hogy ugye innen kezdem el vinni a színt. Mintha macskásra kezdeném el kihúzni a szemem. Így, és utána elkezdem behúzni. És akkor most kezdem el hozni a másik kéket. És ugyanezen használom. Ugyanezen a részen. Tehát végül is a szemem külső részén használom. És akkor itt pedig nagyon finoman hozom be. Itt pedig nagyon finoman hozom be a kéket. Jó, miután ez elkészült, azután pedig ezt az élénkebb kéket fogom használni, és ezzel a feldelcsettel használom. És ezt pedig a sárga és a sötét kék közé viszem. Ezt a nagyon élénk kéket.
és ezért vitték tovább a sárgát, hogy így még szebb lesz, ahogy a kék átmegy a sárgába, a sárga pedig a kékbe. Következőnek ezt a fehér szemhéjceruzát használom. És ugye megrajzolom a vízvonalamat vele, valamint még itt is megrajzolom vele a szemöldök csontomat, hogy még világosabb legyen majd. Jó, miután eldolgoztam, akkor pedig választom ezt az élénk fehér színt, és ezzel a szemhéj festékecsettel festem meg. És ugye ide viszem fel. Mivel elég erős a határvonala a színnek, ezért jövök egy ennyire nagyon pufis ecsettel, és finoman eldolgozom, de csak a széleket. Tehát nem viszek más színt sehová. Csak hogy mégis egy kicsit finomabban el legyen dolgozva. Úgyhogy tényleg csak óvatosan. Jó, hogyha ezzel is megvagyunk, akkor pedig sötétítünk rajta egy kicsit, méghozzá úgy, hogy használni fogom ezt a fekete színt, és ezt a nagy pufis ecsetet, de csak a közepét fogom épp hogy belemártani, és itt ezen a részen, csak ezen, ebben a sarokban sötétítek, ahol szoktunk, de csak finoman. Mert a feketét az egyik legnehezebb úgy elsatírozni, hogy jó hatása legyen. Újból visszajövök az élénkékkel, amit ide használtam. Hogy a sminkünk ugye ne legyen zöld itt a sárga miatt. Valamint visszajövök a nagyon sötét kékekkel is. És még egyszer itt satírozok vele. Jó, következőnek a nagyon sötét kékkel itt a szempilláim tövénél fogom meghúzni. Vagy megfesteni, így. De nem húzok vastag vonalat oda. Így, és egészen ugye idáig behozom, ahogy a másik oldalt is. Utolsó lépésben a Manhattan szemhéj tuzzseléjével kihúzom a szemem, valamint ezzel a szemhéjtus ecsettel, és ugye innen kívülről kezdem el kihúzni. Felraktam a műszempillát, akkor pedig a Gradlest, amiből én szempillaspirályát használom.
Ma kontúrnak az Aden Cosmetics kontúrját használtam. Kontúrt azt ugye ide viszem fel. Az Aden Cosmetics ecsetét használom. És ugye szintén az Aden Cosmetics ecsetével használom a pirosítót. Gondolom, hogy nagyon megijedtetek a rúzs láttán, de nekem nagyon tetszik ez a rúzs. A L'Oréal egyik rúzsa, és ilyen piros, pirosos narancssárgás, de inkább narancssárga tónus. És nekem nagyon tetszett ehhez a sminkhez. Hát íme a mai sminkünk. Remélem, hogy tetszett nektek. És hogyha tetszett, akkor kérlek lájkoljátok, valamint iratkozzatok fel a csatornámra, és kövessetek Facebookon is. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!